Szép jó estét kívánok! Heti televízió hétfői egyik legfontosabb műsora a világ zsidó szemmel. A vendégek a régiek, a balomon ül Seres Attila, a Neokon főszerkesztőhelyettese, a zsidó média mogul, a Zsírádió, a hírolvasó.com, és még sorolhatnám holnap reggelig mi minden alapító szerkesztője. Szia Attila, hogy vagy? Jó napot, jó estét kívánok! Remekül vagyok, most már jobb az idő is, mint a hétvégén volt. Azaz, hogy pár Celsiusszal kevesebb van, és most te is begyújtottad az összes air conditiont otthon, mert úgyis már csak augusztus 1-től jön az új árfolyam? Nekem nincs otthon légkondicionálom. Van olyan palota, amiben nincs légkondicionálva? Hát az először is nem palotával, akkor már a családi házban. A sötétítő függönyökkel trükközünk, éjszaka nyitott ablak, reggel 7 körül becsuk, függönyök behúz, és akkor egész nap olyan 27-28 fokkal ki lehet húzni. Hát az még mindig jobb, mint ami tegnap az utcákon volt, mert az egy kicsit túl meleg volt. A nemzetközi helyzet viszont keményen fokozódik. Nagyokat idézünk, ez borzalmas, én vagyok ma közöttetek a legalacsonyabb, és ez szemmel látható. Kedves nézőim, ezek sajnos tények, kemény tények, nem lehet változni. Én vagyok a legalacsonyabb, és majdnem a legidősebb a társaságban. A jó lakott nap közé is megmozdul. Szerettem volna lejjebb vinni a széket, hogy egy kicsit lássad, hogy milyen szolidáris vagyok veled. Ez nagyon derék dolog. Egy tudod ilyen sötétbőrű embertől nagyon tessék. Jó, ilyen a szolidaritás, mert fajelméleteket félretesszük. Attila, mi a véleményed arról, hogy például Izraelben megígérték, privát beszélgetéseket beszüntessük, mert a sarokba lesztek állítva. Tehát mi a véleményetek, akkor kérdezem így többes számba, hogy nehogy valaki megsértődjön, hogy nem adtunk neki levegővételnyi lehetőséget, hogy Izraelbe arra számítottak, hogy szeptembertől 19%-kal emelik a villanyára márát, és végül is csak közel 5%-kal emelik. Aztán arról is beszéltek, hogy az eredeti árat fogják az alapvető kenyérért, a legegyszerűbbért venni, de úgy látszik, hogy a miniszterelnök, aki szeretne majd 99 nap múlva is miniszterelnök lenni, ezt a legfontosabb kérdésnek tartja, hogy a kenyér ára maradjon majdnem a régi. Mit szólsz mindenhez? És szerte a világon az üzemanyagot, és azt mondták, hogy még sokkal drágább, ez aztán kiderült, hogy éppen lefelé kezdenek menni. Hát az üzemanyag árak egyfelől mennek lefele. Tehát egy kicsit hangosabban, hogy az üzemanyag árak egyébként mennek lefele, a többi részére pedig hát miután választási kampány lesz, ilyenkor minden politikus igyekszik nyilvánvalóan egy kicsit játszani az ilyen lehetőségekkel. Na akkor most helyreállítottuk a mérleg nyelvét, mert a múltkor a jó lakott napközisnek levegőt sem adtunk, így legalább sikerült neki elenstandolni az első megszólási lehetőséget. Akkor kérdezlek téged, hogy hogy látod ezt az egész helyzetet. Ez azért van, mert végre az oroszok ugyan a tinta még nem száradt meg, amikor már is reagáltak valamivel, nem tudni mire. Odesszai kikötőt felszabadították, tehát lehet a... Tehát az izraeli kenyér árát próbálod most tágabb kontextusba helyezni az odesszai rakétatámadással, jól értem? Igen, igen, mert ugye ezért, mert Odesszából ott a kikötő, és ott vannak a silók tele, és hogyha nem fogják kiüríteni, akkor nem lesz a következőt hova tenni. Aztán, hogy azután is lesz a következő, mert nem tudom, hogy lesz az, aki learassa meg, aki vesse, hogy új termés is legyen, de ez még a jövő titka. Lehet, hogy addigra kitör a világ béke. Na tehát most függetlenül attól, hogy Odesszából elindulnak a gabonaszállítmányok vagy sem, az egy másik probléma, ami összefügg ugyan, de nem közvetlenül. Tehát ugye mindenképpen egy élelmiszer világválsággal nézünk szembe. Tehát ez a világon ez teljesen egyértelmű. Nem csak azért, mert nem tudják biztonságos útvonalon elszállítani a gabonát Ukrajnából, hanem számtalan más oka is van. Először is például Ukrajnában a termőterületek, a használható termőterületek száma visszaesett. Nincs műtrágya.
Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabona exportőre, de azért nem egyedüli exportőre, tehát azért más is. Nem a másik nagy exportőr Oroszország, ahonnét Onnan meg ugye a szankciós politika miatt nem jutnak ki a műtrágyák. Műtrágyában is egyébként Ukrajna és Oroszország a világgazdaság meghatározó. De lehet, hogy Oroszország most győzött, mert ha igazak a beszámolók, akkor Ukrajnában egy műtrágya gyártó gyár bombatámadásokat kapott. Most ez egy dolog, de a szankciós politika miatt ezek a termékek nem jutnak ki Oroszországból, illetve a műtrágyához szükséges nyersanyagokkal is mindenféle probléma van. Úgyhogy mindenképpen élelmiszerválsággal néz szembe a világ, és ezért alkalmazza, hogy ezért próbálkozik nagyon sok állam ilyen szociális könnyítésekkel, ami az ár, tulajdonképpen a magyar nézők számára ismerős az ársapkának a fogalma, tulajdonképpen Izraelben is az alapvető élelmiszereknél, például a kenyérnél szó van arról, hogy ársapkát alkalmaznak. Izrael nagyon, nagyon drága ország, aki járt ott, az tudja, hogy nagyon magasak az árak, mivel gyakorlatilag mindent hajóval meg repülővel kell odaszállítani, és a hadi gazdálkodás miatt amúgy is az adók nagyon magasak. Úgyhogy emiatt nagyon széles néprétegek számára problémát okoz, hogyha tényleg még beszakadnak az élelmiszerárak. Valamit nem értek. Sok minden, de például azt nem értem, hogyha a Oroszország ellen az Európai Unió, Egyesült Államok még néhány országen szankciókat vezet be, akkor miért nem exportálhatja Oroszország a műtrágyát Dél-Amerikába, Ázsiába és itt tovább? Péter, van erre valami válaszod? Mert eléggé nyakatekert a dolog, és lehet, hogy ezek a szankciók, már elnézést kérek, egy picit így úgy tűnnek, mintha öngól lenne? Nem, én azt gondolom, hogy a nagykövet úr nem ebbe az irányba tette föl a kérdését. Hanem pont az ellenkezőjére. Nem is igaz. Tehát nagykövet úr akkor most az oroszok tanácsadója lett. Hogy miért nem exportál Oroszország gabonát, műtrágyát? Hát nem kell aggódni, nézd meg, hogy az üzemanyagot is eladják a kínaiaknak, az indiaiaknak, meg mindenkinek. Tehát nem fog a nyakukon maradni. Csak úgy mondom, hogy a kínai-orosz kereskedelem az 2022 első fél évében radikálisan visszaesett, csak úgy nem működnek a szankciók című kijelentésre. Tehát akkor a legjobb lenne, a nagykövet úr most kérdést föltett, és meg is válaszolná. Hát mert nincs, amit elvinnének. Mert nem tudnak mivel elvinni, gondolom ez lehetőség. Honnan nem lehet vinni. Ugye most nyitottak meg Iránon keresztül egy új vasútvonalat Indiában, miért nem arra azon például? És tudunk mi arról, hogy búzát például vonaton szállítanak, hát, a sokkal nem gazdaságosabb nagy teherhajók. Ugye sokan ezt tanácsolják, például az orosz elvtársak ezt tanácsolják az ukránoknak, hogy ne sírjanak Odessa miatt, hanem küldjék vonaton. És már meg is tervezték, hogy az a vonat, amelyik fegyvert hoz nekik, az vigyen visszafelé a vonat. Ilyen rendesek, hogy még ezt is megtervezték. Akkor mégsem nekik adsz tanácsokat, akkor úgy látszik, hogy... Nem, én nem adok nekik tanácsokat. Értem. Jó, akkor... Odesszára viszont nagyon fáj a fogunk. Ezzel együtt pedig már enyhítettek a szankciókon, tehát a múlt héten nem kapott túl nagy nyilvánosságot, de mi a neokonot természetesen lehoztuk. Az Európai Unió enyhített a szankciós szabályokon, méghozzá az afrikai országoknak a kérésére és segélykiáltására, ami azt jelenti, hogy az élelmiszer szállításokkal kapcsolatos, mert ugyanis nem egyszerűen csak a szállításokról van itt szó, itt a finanszírozásról is szó van, az orosz bankokra kivetett szankciók miatt egyszerűen nem tudták finanszírozni az élelmiszer exportot, és az Európai Unió a háború kezdete óta először visszavont, illetve enyhített bizonyos szankciós intézkedéseket, ezek pedig konkrétan az orosz bankoknak az élelmiszer exporttal kapcsolatos pénzeszközeikre vonatkozik. Tehát magyarán azokat felmentik a szankciópolitika alól. A belvaló fizetés alól? Nem, a befagyasztás alól. Értem. Jó, hát akkor ennek viszont a következő lépése az lesz, hogy ezek után meg majd azokat kell fölmenteni, akik gázt meg olajat vesznek tőlük. Bocsánat, a gázról nincsen szankció, ez csak egy ilyen mese. Nem is lesz.
nem is tervezik egyébként, úgyhogy nem, ez csak a mese, a fenyegetőzés annak, akik szeretik az oroszokat sajnálni, vagy sajnáltatni. Az olajra meg hát azt tudjuk, hogy milyen szankciók vannak érvényben. Igen, de az olajjal kapcsolatban nem csak ezt tudjuk, hanem azt is, hogy Oroszországnak nőttek az olajból a bevételei a szankció a háború kezdete óta, mert igaz, hogy kevesebb olajat tud exportálni, viszont sokkal drágább, mert hogy kilőttek az égből. Már most lementek az olajárak a háború előtti szintre. Ami nem kizárt, hogy összefügg Biden szaúd-arábiai látogatásával. Hogy meg lennék lepve? Már előtte mentek le, tessék. Hogy meg lennék lepve, hogyha összefüggne? A helyzet kezd helyreállni, mert a nagykövet és a rasi nem mindenbe értenek egyet, és ez csak növeli a nézettséget, de azért ne öntsétek le egymást. Nézzük meg ennek a politikai hátterét. Ugye az amerikai elnök bejárta, végiglátogatta ügyeletes ismerőseit, barátait, azokat az államokat, akikkel együttműködik. Hát sokat nem. Együtt szeretne kettő működni. Kettő helyen volt az fix. És az orosz elnök és a török elnök is vendéglátogatáson volt Teheránba. Elképzelhető, hogy a teheráni elnök, de összekeverem a szezont a fazonnal, ez a 42 Celsius foknak köszönhető, amit a fejemben van, tehát a... Rooseveltre, Churchillre és Stalinra gondolsz, a teheráni elnök? Körülbelül igen, ez jutott eszembe, de akkor lefordítom, hogy megpróbálom megmagyarázni, hogy mire gondoltam, hogy a török elnök talán a választások, ami előtt van, lett ennyire aktív, hogy például összetudta ezt az ukrán-orosz egyezményt is hozni, erről a reggeli adásban nagykövet úr beszélt, és akkor már téged is kérdezek, illetve egyszerre mindannyiótokat, hogy minek köszönhető hirtelen a törökök részéről ez a nagy békülékenység, és ez a nagyon aktív diplomáciai fordulat, amit véghez visznek, akár Izraellel szembe, akár Oroszországgal, mintha mindenkivel békülnének, és nagyon aktívak lettek. Szerintem a szó legjobb értelmében, most semmi bántót nem akarok ezzel mondani, egy okos kupec az Erdogan elnök. Hát a kupec talán, az egy... Talán fogalmazunk diplomatikusan, pragmatikus. Oly, Attila és a pragmatikusság, ez ma, egy mai nagyon fontos műszója neki. Egy okos kupec. A kupecnál azért kicsit több. De nem bántóan értettem, sírva könyörgöttem. Hát hogyha most a török elnököt akarjátok elemezni, a török elnök az egy rettentő komplex probléma a Közel-Keleten. Hú, az előbb még egy pragmatikus, és az egy ilyen, igen, így van, ebbe egyet tudok ebből hát a... Ő pragmatikusan evickél abban a egyre lefelé tartó spirálba, amit a belpolitikája okoz Törökországban, tehát gyakorlatilag... De voltak idők, amikor őt a messiásnak tartották Törökországban. Hát ez nem csak Törökországban fordul elő, sok országban előfordul vezetőkkel, hogy messiásnak tartanak vezetőket, sőt, még demokráciákban is előfordul ilyen, és talán ott történnek meglepetések. De Erdogan esetében ebben sok igazság is volt. Már hogy olyan messiás volt. Hogy olyan módon próbálta megreformálni az országot, ami hát egészen fantasztikus eredményekre vezethetett volna, hogyha ha erre jól reagálunk mi európaiak, és ha ő nem gondolja meg magát a belső erőviszonyok. Tehát azért nem sikerült, mert mi európaiak nem jól reagáltunk? Mondtam, akkor még egyszer elmondom, hogy azért, mert mi európaiak nem jól reagáltunk, valamint az Törökországon belüli belső, főleg gazdaság, és ebből adódóan politikai erőviszonyok megváltozása miatt. Nézd, hogyha ilyen messzire akarunk visszamenni, akkor... Ez pár év. Nem olyan sok. Hát amire utaltál, azért az évtizedeket is magába egyet foglal. Egyet, igen. Nem, az, amit én mondok, az több évtizedet, ez pedig az Európai Uniós Társulás, ami már több évtizedes történet. Ugye a török elnök alapvetően arra építette annak idején, meg a török politikai elit a jövőképét, hogy az Európai Unióhoz fognak csatlakozni. Ezt ne felejtsük el, hogy 30 éve társult tagjai az Uniónak, és folytatnak tárgyalásokat a csatlakozásról, és az az utóbbi évtizednek az eredménye, hogy az Európai Unió gyakorlatilag
levette a napirendről. De aki legjobban támogatta ezt először, hogy társuljanak, az Németország volt, és aki a legjobban megfúrta végül is, és egyáltalán, az megint csak hát Németország igen, igen. volt. És nyilván ennek a műsornak a kereteit most meghaladnák ennek a részletes elemzése, hogy ez miért történt és hogyan történt, de a tény, hogy Törökországnak az eredeti, a korábbi évtizedekkel ezelőtti jövőképét meg kellett változtatni. És tulajdonképpen Erdogan ezt a jövőképet változtatja, egy középhatalommá akarja tenni, közel-keleti középhatalommá akarja tenni Törökországot, és erre egyébként minden esélye megvan, hiszen de facto a NATO-nak is a tagja. A NATO-nak érdekes tagja. Annyira érdekes tagja, hogy először is a közel-keleten az egyetlen NATO-tag, másrészt pedig a második legnagyobb hadsereg a NATO-ból. Tehát, ugyanakkor a NATO-t már a múltkor mintha kirúgta volna, amikor az a bizonyos állítólagos pucs volt ellene. De hogy rúgta ki a NATO-t? Ez egy Amerikával volt egy diplomáciai csörte, ami teljesen belefér. Tehát most csak azért próbálom tágabb kontextusba helyezni a dolgot, tehát hogy Európa nem kért belőle, de ugyanakkor viszont a közel-keleten meghatározó katonai és politikai erő. És itt próbál egyensúlyozni. Na most ő neki több problémája is van. Egyrészt Irán, tehát a közel-keleti térségben több versenytársa is van, elsősorban Irán és Szaúd-Arábia. Na most ezekkel bonyolult vallási kapcsolata van, mert Törökország szunnita muzulmán, Irán síita muzulmán, akik ős ellenségek, és a szaúdiak az Irán túloldalán pedig ugyancsak szunnita muzulmának. Na most ebben a szunita vahabiták, ami azért óriási nagy különbség. Igen, tehát közöttük is van vita, de attól még, de ők nem ős ellensége. Tehát ők modern ellenségek. Tehát ők között, újkori ellenségek. Ők közöttük legfeljebb vita van. És akkor mindenben ott van ütköző zónaként Irak és Szíria, ahol meg a szerencsétlen kurdok próbálnak a függetlenségükért küzdeni és kihasználni a kialakult káoszt. Ami viszont ugye Törökországnak megint csak egy problémája, és akkor még ott van neki Izrael is, mint katonai ellenpólus a közel-keleten. Tehát Erdogánnak a külpolitikában azért nincsen könnyű dolga a manőverezésre. De a legnagyobb problémája az az, hogy igazából ő csak külpolitikában tud bármiféle sikert, vagy sikernek látszó eredményt felmutatni, mert belpolitikában az a politikájának az eredménye, hogy folyamatosan és megállítatlanul értéktelenül kell a valuta, a török valuta, és nem is tudom, 20-30%-os infláció van. 30 körül, igen. 30 körül infláció van, ami a fejlett világban gyakorlatilag egyedülálló. Igen, de ha megnézzük például, hogy sikerült neki ebből az éveken át tartó migráns hullámból az egyetlen győztesként kikerülnie, hogy átmenetileg letelepített közel 3 millió ember. Nem győztes, haszonélvezője. Haszonélvezője, és ezért iszonyú nagy pénzösszegeket vágott zsebre a török államkassa, amit az Európai Unió vagy Németország fizetett. Péter, hogyha a saját fizetésünk közt mérjük, akkor hatalmas összegekről van szó, de ez a nevetséges 1-2 milliárd euróról van szó, ami Törökországnak a gazdaságához képest semmi, tulajdonképpen semmi. De a teheráni találkozó, hogy most a kontextusból visszatérjünk a mára, a teheráni találkozón volt egy nagyon érdekes, több érdekes fejlemény is. Ugye az, ne felejtsük el, amit említettél, csak ismételjük meg, tehát hogy Erdogan, Putyin és az iráni vezetők folytattak itt tárgyalásokat egy tágabb és messzire vezető politikai eseményében, de hogy itt iszonyúan megszivatta Erdogan Putyint, ugyanis Putyin, aki abból szokott sportot űzni, hogy megvárakoztatja a legnagyobb... A helyre állunk arra, még és a főszereplő nélkül nincs előadás, szokta nem, tehát otthon Moszkvában ő abból is sportot, hogy megpróbálja megalázni a tárgyaló partnerét, ugye Merkel talán a nagykövet úgy is emlékszik rá,
Merkel például a kutyájával ijesztgette. Hát, miután 2,5 órát váratta. Igen. Tehát jól megváratta, utána a kutyájával ijesztgette, miután köztudomás. Egyébként magára vessen, ha engem valaki 2,5 órát akkor várat, ott, akkor fél óra múlva elmegyek. Hát igen, de nyilván itt más szempontok is vannak. Most csak arra akartam kiukadni, hogy Erdogan viszont pont hát szinte hasonló, de nagyon kellemetlen helyzetbe hozta Putyint. Vagy a dublőjét, mert az is szóba került. Ezzel jót szórakoztam. De pedig hasonlítottak egymással. Élő adásban a nemzetközi sajtótájékoztatón majdnem egy teljes percig várakoztatta Putyint a kamerák előtt, aki hát ilyen kényelmetlen egyik lábáról a másikra toporgott. Pedig az amerikai hírszerzés azt mondta, hogy tök egészséges, tehát ennyi várakozást akár fél lábon is. Nem erről van szó. Hogy, a megaláztatás. Tehát mivel ő egy világpolitikai tényezőként szereti magát láttatni, ami ugye az autonóm arzenál révén valamennyire meg is illeti, hát ő neki ez kellemetlen, hogy egy ilyen... Másért is megilleti, itt beszélünk a világ eseményeire, és nem figyelünk oda, hogy most éppen az 5. különleges atomerőművet építi, most elkezdte az asszuáni nagy siker után, mert azt olvastam ki a PR közlemény, ne, az asszuáni gát megépítése után a legnagyobb orosz az akkori szovjet vállalkozás után ez a legnagyobb mostani orosz vállalkozás, hogy Egyiptomba 300 kilométerre Kairótól éppen atomerőmű alapjai tették le. Ez lesz Afrika első orosz atomerőműve. Igen, de még 4 helyen a világon most éppen atomerőművet építenek. Tehát arról beszélünk, hogy háború, hogy mindenféle megszorítások vannak, és milyen kellemetlen nekik, de azért a világon mindenhol ott vannak, és most például elhúzzák a hegedű, a nótáját a zsidó államnak, a Jewish Agency-nek, a Szoknudnak, egyszerűen kitiltják, mint civil szervezetet. Nagykövet úr, mit tudsz te erről? De ez nem is így van. Egyelőre bírósági eljárást indítottak a Szoknud becsukására. Mint tudjuk, az orosz bíróság annyira független, hogy ennek a kimenetel az teljesen kétséges. Na, de az mit kell? Virág elvtárs, ez nem a vallomás, ez az ítélet. Jó, de nagykövet úr, hogy van az, hogy két állam, aki diplomáciai kapcsolatokat tart fönt, és egyszerűen a másik ország külügyminisztériumának, a jogi szakértőinek nem ad vízumot. Ezek nem kémek, ezek jogi szakértők. Elő szokott fordulni, ez nagy parasság, de meg politikai jelzés. Azért gondolom, hogy Ukrajna és Oroszország között is diplomáciai kapcsolatok vannak. Na de egészen más. Oroszország itt tulajdonképpen... Itt felháborodhatunk rajta, de jogszerű. Annak ad vízumot, akinek akar. Na de itt a zsidó állam képviselet, a zsidóság képviseletéről van szó, mert ez a Jewish Agency... Ez a zsidókra is vonatkozik. Attila, lapozzuk! Akkor próbáljuk megmagyarázni, nagykövet úr, a te feladatod. Igen, hogy miért akarnak a Szoknut ellen, miért akarják kipaterolni a Szoknut? Ez az egy kérdés. Nagyon egyszerű. Fajkeveredést akarják talán meg a nem. Arra hivatkoznak, hogy az orosz GDPR szerint a Jewish Agency, azaz a Szoknut, az izraeli bevándorlást elősegítő ügynökség, hogyha szó szerint akarom lefordítani, ami még a zsidó állam megalakulása előtt már megvolt, olyan adatokat tárol... Hát olyannyira, hogy a zsidó állam megalapításához szállította a bevándorlókat. Nem csak a bevándorlókat, hanem segített a kerenkai emettel együtt megvásárolni a földeket. Az olyan információk vannak a Szoknutnak, figyelek, nagyon jó, hogy föl tetszett ébredni, tehát, hogy például milyen a származása, milyen végzettsége van, tehát ami egy igazi bevándorló, úgy látszik, hogy az orosz bíróság még nem vándorolt soha sehonnét, sehova. Azt árulja például, hogy a zsidók származásúak. Na de könyörgöm. Oké, fogalmazunk egy kicsit pragmatikusabban. Teljesen pragmatikus betegsége van. Milyen tablettát orosz kellene? Állampolgárokról gyűjt, és továbbít külföldre. De
személyes adatokat. Erről van szó, de ez a jogi eljárás. Ezeket a személyes adatokat az emberek maguk mesélik el? Na, ezt akartam. Hát ez kell ahhoz. Miért fontos például Ausztráliába ki akarsz vándorolni? Péter, a Facebookon te is aláírtad, kénytelen voltál aláírni, hogy hozzájárulsz, hogy, adatok, hogy az adataidat tárolja, és az Egyesült Államokba továbbítsa a Facebook. Ennek ellenére az Európai Uniónak ez nem tetszik, és például most is eljárást folytatnak a Facebook ellen. Tehát az attól még, hogy te hozzájárultál, attól még az államoknak, illetve a nemzetközi szervezeteknek lehet ez ellen kifogásunk. Jó. Akkor nagykövet úr, magyarázd meg nekem, hogy ahhoz, hogy az ember Amerikába kivándoroljon, nyilván tartja el, illetve feldolgozza-e a te adataidat, illetve aki ki akar vándorolni Amerikába, aki nem csak úgy sztám elindul, mint egy migráns, hanem rendezett úton, úgyhogy vízuma legyen, repülőre, tehát mindene meglegyen, vajon ott tárolnak ilyet? Miért ne tárolnának? Hát akkor már Istená, akkor mi a különbség? És nem várd már tőlem, hogy ezt az orosz bírósági komédiát megvédjem. Hát én nem azt akartam, hanem megmagyarázd, hogy ezt hogyan tehetik meg, hát van nekik most elég bajuk, akkor most a szerencsétlen zsidó államon kell leverjék egy azt, kicsit hogy igen, bajba egy kicsit vannak. Igen, kicsit. Persze én tudom, hogy mi a bajuk, mert a kérdést, ja nem tettem fel a kérdést. Tehát Péter, tehát elmondtam, hogy jogilag mi a helyzet, tehát ők jogilag egy jogilag megalapozott keresettel és fordulnak a ez a jogilag megalapozott dolog attól jött létre, hogy Izrael Damaszkuszba bizonyos pontokat nem bombázott? Nem, attól jött létre, hogy Izraelnek az új vezetése, ugye a mostani vezetése korábban... Pragmatikusabb, mint nem, az előző. Éppen ellenkezőleg. Bennett volt a pragmatikusabb, ugye Bennettnél meg volt a Bennett, Lapid, jó rendőr, rossz rendőr, erről sokat beszélgettünk, a nézők visszanézhetik a korábbi adásainkba, hogy volt egy ilyen felosztás, hogy a Lapid az elítélőbb volt az oroszokkal szemben, Bennett meg megértőbb volt. Az, de ő tartja a szerepét, tehát nem fog szerepet változni. Hát igen, csak a Bennett kikerült a játszmából, tehát magyarán az izraeli külpolitika... Ott maradt Gantz. Az izraeli külpolitika eltolódott az orosz ellenes irányba. Na most a politika, a nemzetközi politika játékszabályai szerint azt gondolom teljesen logikus, hogy ebben az esetben Oroszország barátságtalanabb hangnembe vált, és kevésbé... És megbosszulja magát az orosz zsidókon. Hát bármilyen kellemetlen is, de az ő szempontjukból logikus a lépés. És vajon a világ most ugyanúgy sztrájkolni fog ez ellen, mint tette a hidegháború? Ez nem kerül ember életekbe, érted? Tehát azért ez... De az emberi szabadság, hát annyi mindenről beszélünk, te nem döntheted el, hogy hol akarsz megdögleni, hol akarsz élni? De hát a zsidók ezután is eldönthetik. De ha nem lesz szoknut, nem lesz, aki segítse őket arra, hogy kivándorol. Nem lesz, aki a mézes madzagot elhúzza, hogy Kánaánba költözzenek. Magunk között szóval alapvetően ez az izraeli konzulátusnak a feladata. A szoknut az gyakorlatilag egy toborzó szervezetként működik. Tehát tényleg most egy nem... ügynökség, benne van a nevében hát benne is. Van a nevében, külföldi ügynökség, és Oroszországban most minden külföldi ügynökségnek a... Mennyire kérdezem a jól lakott napközisünket, hogy ne legyél megszólítva, hogy nehogy ne legyél megszólítva, ahó, itt vagyok. Tehát erre egy olyan izraeli választ hallottam, hogy na jó, akkor mi meg majd becsukjuk az orosz kulturális központot. Na ettől... Olcsóbb lesz a kenyér, hogyha bezárják, tehát nem, milyen reagálás ez nem, már ezt megint? Én az Oroszországgal szemben alkalmazott szankciók kapcsán lehet vitatkozni, hogy jók vagy nem jók, de speciál a kulturális életet belekeverni, az nagyon-nagyon nagy hiba. Tehát az orosz kulturális intézetek, ahol működnek, szerintem tök jól működnek, azokra szükség van, hát szükség van. Puskinra, Gogolra, Lermontovra, stb. Az orosz anyanyelvű másfél millió izraeli állampolgárral nem is beszélve, akiknek ez fontos. Az egy külön kérdés, igen, ez egy külön kérdés. Ezt még fölvetettem volna, hogy ők egyébként mértek valami közvéleményt, hogy ők hogyan gondolkodnak erről az orosz történetről. Szerintem ők már mennyire izraeliek, még mennyire oroszok, vagy... Vagy hogy is működik ez? Ők orosz anyanyelvű zsidók. Nem ez a kérdés.
ezt mind megértettem. Orosz anyanyelvű izraeliek. A személyes tapasztalataim szerint, igen, az orosz aliázók, de nem csak az aliázók, egyébként az orosz emigránsok, tehát az Amerikára is érvényes, általában nem Putyin pártiak, hogy finoman fogalmaz. Ezt akartam tudni. Én, amikor volt a 90-es években a nagy orosz alia, akkor egy ismerősöm megkért, akkor még valamennyire jobban tudtam oroszul, hogy segítsek neki forgatni az Evig kultúrotthonba a Gyömrői úton a világ végén. És jöttek ezek az emberek, és döbbenetes volt. Tehát az idős bácsi zakóban, és a zakó innentől idáig ugye kitüntetések. A szovjet kitüntetések tömkele. Most is, bocsánat, most is minden évben a győzelem napján ugyanúgy felvonulnak. Sőt, május 1-én is. És ugye még nekik föl lehetett tenni ezt a kérdést, hogy akkor tessék mondani, ti zsidók vagytok, vagy szovjetek, vagy mik vagytok ti? Nagyon érdekes volt. Ukrán partizánok. Tehát az ő esetükben ez nem ellentmondás. Nem, én csak kíváncsi voltam, persze. Tehát attól még, hogy az orosz haza, a Rodina eszméje az még megvan, és a kultúrában, tehát őnek a kultúrájuk az még minden a Padmaszkovszkije vagy Padmaszkovije vécsere, stb. Ezek mind megvannak. Már a dallam itt szól a fülembe, de én inkább Szolzsenyicintől tudok ezek után idézni. Tehát kulturálisan azt gondolom nagyon erősek a kötelékek, és szívesen is utaznak Oroszországba. És hát ott élnek, tehát nagyon sokanak ugye a rokonai is ott maradtak mégis, és élő kapcsolataik vannak. De az orosz államnak a külpolitikájával többnyire nem értem. Oké, de hogyha őszinték akarunk lenni, ha már olyan kemény voltál, meg vagy kemények vagyunk Izraellel szemben, azért az izraeli kultúrán nagyon sokat javított ez az orosz alia. Tehát ez a szürke agyállomány, ami megérkezett oda, ezek nem mind mérnök meg orvos, de nagyon sok, nagyon képzett ember. Ne keverjük a kultúrát. És a kultúra, amit magukkal hoztak, Izrael azóta már olimpiai szinten van a talajtornába, a női nem tudom én milyen gimnasztikába. És mindegyik gimnasztika aranyérmesnek valamilyen orova. Igen, ami nagyon érdekes, a műkorcsolyában eredményeket ért el a sivatag népe, ez nagyon izgalmas. És aki egy kicsit tud oroszul, az a reviccelük, hogy mit a gimnasztikában mit viselnek magukon? Gimnasztyorkát. Tessék önök gimnasztyorkát. Na, düszpony neked akkor. Ugyanakkor, nagykövet úr, mi van ebben tulajdonképpen jogállamiság, hogy a népét nem engedik el? Tehát ugye azért én már hallom az izraeli ENSZ felszólalást, hogy a szabad vándorlást az oroszok, mint az emberiség elleni ízét, hogy nem engedik őket. Ezt nem fogják mondani az izraeliek, mert ők ismerik a nemzetközi jogot, legalábbis akik az ENSZ-ben hozzászólnak, és tudják, hogy a kivándorlás joga az... Pontosabban az ország elhagyásának a joga az alapvető emberi jog. Az, hogy kivándoroljanak valahova, ugye az a matod az országtól függ. Tehát ez egy sokkal komplexebb felszólalás lesz, ez az izraeli felszólalás. Abban igazad van egyébként, hogy valóban megkritizálják, mint ahogy egyébként nagyon sokszor, hát ugye a Szovjetunió történetének egész vonulata arról is szól, hogy kritizálják a szovjeteket, hogy nem engedik ki az embereket, és nem csak a szovjeteket, emlékezzünk vissza, Magyarországon is a disszidálás az bűncselekmény volt a kommunista rendszerben. Hát ez annak a rendszernek, a belső rendszernek a sajátossága, amelyik az emberi jogokat általában nem nagyon tartja. Hát a gulág az eleve nem túl emberi. Jó, de azért nem ossuk össze, tehát most ez egy nagyon csúnya barátságtal a lépés, és fel vagyunk háborodva, hogy ez a minimum, hogy az embertársainkért föl kell. Hogy a szoknutot be akarják csukni. De ez nem jelenti azt, hogy az orosz zsidóknak korlátoznák a mozgását. Tehát a kettőt azért nem mossuk szándékosan össze. De jogilag nem. Hát, hogyha van útlevelük, és elhagyhatják az útlevelük, tehát kapnak útlevelük. De most jelen pillanatban olyan hangok is vannak, hogy Oroszország odafigyel arra, hogy kikap útlevelet. Tehát nem olyan szabadon mászkálhatnak, eleve, mint előtte. A szabad vándorlás nem alapvető emberi jog. A kivándorlás, nagyon pontosan mondta a nagykövet úr, tehát nem a csak mert a szabad vándorlás nem, a szabad vándorlás nem emberi jog, a szabad mozgás
Tehát az, hogy elhagyhatom az országot, ha akarom, de az, hogy kivándoroljak, vagy az, hogy bevándoroljak valahova... Az, hogy az, hogy elhagyhatom, és bármikor visszamehetek. Van még 10 percünk. És ez a kettő jelenleg nem biztos, hogy szoros összefüggés, vagy legalábbis érvelni a szoknutos affér alapján még nem lehet a szabad mozgás ellen. Állandóan arról beszélünk Churchillről és a volt nagyokról. A minap néztem egy dokumentum sorozat az izraeli közszolgálati televízióban, egy dokumentum sorozatnak az újabb részét. A legszimpatikusabb ellenség maga a jordán király. És a dokumentumfilm végigvezető, ugye a dokumentumfilm arról híres, hogy tényeken alapul. És dokumentumokkal végigvezetik a király 17 éves korában ölik meg az édesapját az Al-Aqsa mecsetnél, a volt jeruzsálemi polgármester csapata, nem a mostani, hanem az akkori, és ő a szemtanúja volt ennek, szemtanúja, hisz elkísérte édesapját. Most melyik jordániai királyról van szó? Az ezt megelőző. Mindig a Husseinről van szó, mert mindegyik Hussein. Arról, aki... Akkor még Obama is lehet. Igen. Tulajdonképpen igen, meg is vádolták őt ezzel is. Szegény, hogy csinálom. Hogy Jordán. Nem, hogy, hogy muzulmán. De azzal nem vádolták, hogy Hussein, mert tényleg az. Hát tényleg az. Na, tehát az történik, hogy a király Angliába szocializálódik, pilótává válik, és ugye... A mostani Jordán király? Nem, az édesapja. Az édesapja. Hussein. Na, de hogyha a Jordán a királyról beszélünk, akkor az igazi, a kicsi királyról beszélünk, ha már a fia sem sokkal, nagyobb, sokkal magasabb, mint ő volt. De hát ég és föld van a kettő között és az akkori helyzet között. Nasser-t ünnepli az arab világ, és nem csak Nasser van, hanem ott van fönt Szíria, és a király fél a szírektől is, meg Egyiptomból is. És egyáltalán, ahogy az egész alakul, és alakulhatott volna az egész másképpen, hogyha a 73-as háború másképpen alakul, vagy amikor is 1970-ben a fekete szep... Ez most olyan, mint hogyha az Ipperpárt hallgatnánk 1974-ben. Nem, most 2022-ben próbálunk rátérni arra a kérdésre, hogy hogy is működik az arab világ. Nincs hogy... olyan, hogy arab világ. Nincs olyan, hogy arab világ. Ugyanolyan nem egységes, ugyanannyira, mint az európai Na, világ. Na, erről szeretnék beszélni, akkor folytass tovább. De egyébként Jordánia mindig egy érdekes helyzetben lévő ország volt, ugye, mert Jordánia... De egy szintetikus ország. De ennek az oka... Minden arab ország szintetikus. Alapvetően az, hogy, hogy Jordániában a lakosság többsége palesztin. Tehát ugye ők... Nekem nem... a szeptember után azt mondta a jordán király, hogy nem. Bocsánat, csak pontosítsuk, nem palesztin, hanem ugyanazok a törzsek alkotják, mint a palesztinai arabok. Csak az emberek összekeverik. Hát azért azok egyszerűség kedvéért lényegtelen. Ugye tehát a jordániai, mindenkori jordáni uralkodó, amelyik egy hasemita kisebbségből kerül ki, ugye, sose kívánta azt, hogy Izrael nagyon nagy vereséget szenvedjen, mert akkor az ő palesztényei ugye túlságosan megerősödnek. Hogy megnézzük, már a 67-es háborúban is Jordánia az hezitált, hogy hadba lépjene Izrael ellen, és én azt gondolom, hogy ha az amerikaiak egy kicsit jobban odafigyelnek, akkor esetleg meg is lehetett volna előzni a jordániai hadba lépést, ami nem biztos, hogy jó lett volna, mert akkor Jeruzsálemet nem szabadítja föl Izrael, tehát egy visszatekintve Világos. Lehet, hogy ez Igen, ez fontos, hogy ezt tegyük hozzá a fiatalabb nézők kedvére, hogy Cisjordánia Jordán megszállás alatt, tehát, és ha nem száll be háború, így van, és hogyha nem szállt volna be, akkor Igen. nem is tudta akkor volna visszaszerezni. Nem tudta volna felszabadítani. Lehet, hogy végső soron... Egyesíteni. Lehet, hogy végső soron jót tettek ezzel Izraelnek. De ugyanakkor Izrael meg is védte egy alkalommal Jordániát, amikor Szíria készült revansul a palesztinok kiüldözése miatt. Hát a 73-as háborúban is, ugye, és utána Jordánia volt, amelyik Egyiptom után békét kötött, és ma is én azt De gondolom... ott is azért nagyon hezitált, mert nem mert egyedül. Előtte is lehetőség hát lett volna rá. Én azt gondolom, hogy ma is a leg... nem csak a legszimpatikusabb, Már a londoni találkozón is, amikor Herzoggal találkozott a király. Jordánia
a Közel-Keleten az arab országok közül. És az ő kezükben van a templom egy felügyelete. Ezt akartam mondani, hogy az a legfontosabb. A templom egy felügyelete az ő kezükben van. Ez egy nagyon fontos. Mindenképpen ez a harmadik legszentebb hely a muzulmánoknak. Na, akkor nézzük azt, hogy Péter, mi történik. Te ugye fajtiszta vagy. Ez arról jut eszembe, hogy ugye a szokma felől érdeklődik, hogy ahhoz, hogy bevándoroljál a hazatérési törvény alapján, valamelyik nagyszülődnek zsidónak kell lenni. Nekem ilyen probléma nincsen, igen. De hát már öreg vagy ahhoz, hogy a Szentföldre. Én most nem szívesen, tehát én most nem választanék egyelőre új hazát. Jól de vagyok. De ez egyébként nem igaz, mert személyesen is ismerek olyanokat, akik 60 fölött kifejezetten... Kis kalandorok. Nem kalandorok, éppen ellenkezőleg. Egész életében arra várt, hogy a hátra levő éveit, a nyugdíjas éveit, azt a szent a gyerekek végre elköltő, elhúztak okay, a bánatba. Oké, de nem vagy pragmatikus, hát hogy a fenében lehet... Vagy éppen odahúztak el. Attila, hol van a te pragmatikusság? De azt mondtad, hogy Izrael a legdrágább a Földön, valamilyen, mármint... Nem azt mondtam. Hogy drága. Nagyon drága. Igen. Nagyon drága, ez egy fokozó képző, a legdrágább között van, majdnem olyan drága, mint Svájc. De sokat is keresnek. Na de egy 60 éves Magyarországról nyugdíjba menő ember, hogy fog ott megélni? Nyerjen a lottón. Miért tudod, a zsidók között azért nem ritka, hogy valaki jól keres. Hát biztos tanácsadónak menne. A nyugdíjas bankár, vagy hogyha a gyerekei kint élnek és támogatják. Na, hány zsidó bankár van, aki Magyarországról nyugdíjban? Másrészt pedig nem is feltétlenül Tel Avivba kell letelepedni. Tehát ugye az én gyerekeim például fönt élnek a Galilba, az is drága, de negyed annyiba kerül, hogy fele annyiba kerül, mint Tel Avivban. Szóval igenis meg lehet találni. Az elmúlt mondatok Galilnak a hirdetése volt tulajdonképpen a Seres család próbálja erősíteni. Igenis meg lehet találni a módját. És nagyon jó Jonathan Almát termelnek ott fönn a Galilba. Hát olyan. Valami segítséget is ad az izraeli állam, nem ezeknek? Akik hát a kezdéshez igen, de az kétségtelen. Abban igaza van a Péternek, hogy utána is élni kell. De, most, és de hogy azért az sokat számít, ha a kezdéshez kapnak segítséget. Persze. Tehát magához a letelepedés az, hogy egyáltalán az ember... Sőt, ezek a 66 éves emberek, akik Magyarországról majd kapják a nyugdíjukat, ott is fognak nyugdíjat kapni alanyi jogon, mert már idősek és nem tudnak elmenni dolgozni. Hát ez egy jó kérdés. Én azt hiszem, a magyar nyugdíjukat kapják odakint. Nem. A magyar nyugdíjukat azt itt a bankba kapják, amit le tudnak hírni, vagy át tudnak utalni. Ezen kívül a mitől alanyi jogon, mert idősek már és állampolgárok lettek, nem hagyják őket. Van még hátra 2 percünk. Péter, mondjál valami nagyon okosat, ami benned ragadt. Azon kívül, hogy pénteken majd pilpulozni fogsz, mi történik veled? Pénteken pilpulozni fogok, jó kis heti szakasz lesz Matot Masé. Szerdán jövök. Az 2 heti szakasz. Igen, de most igen, ezt megnéztem, hogy bár szökőév van, de úgy vettem ki, hogy ez dupla heti szakasz lesz kivételesen. És talán ez az egyetlen dupla az idején. Igen, nincs több, mert szökőév van, így igaz. Olyvé, szegény Lambik. Nagykövet úr. Szegény közönség végig hallgatni. Halljuk a te bölcs mondásodat, búcsúzóul. Bölcs mondásomat. Az egész idő alatt bölcseket mondtunk itt, nem? Csak bölcseket mondtunk. De most egy búcsú bölcset kérünk. Dokkoljunk, hogy a török közvetítéssel létrejött Gabona egyezmény működjön. Hú, ezt tetszik nekem, Gabona egyezmény. Seres úr, a média mogul. Hát én megint olyan dologra hívnám fel a figyelmet, amire az ég a világon senki nem figyel. Nem tudom, a vric mondja nektek valamit. Vric. Vric. Nagykövet úr, vric. Vix jegyzék, vagy brix? Nem, vric. Hát elég sokat mond, lesz róla külpolitikai figyelő, nem sokat. Venezuela, Oroszország, Irán, Kína. Mindegyik tagja részt vesz az Oroszország által szervezett nemzetközi katonai játékokon Venezuelában. Ezt az oroszok szervezik, ezt háborús olimpiának is szokták becézni. Ki más szervezné? Ez hogy? Mi? Ki más szervezné, mint az oroszok? Hát igen, de most Venezuelában, és ott részt vesznek olyan országok, Venezuela, Oroszország, Irán és Kína. Ez önmagában még nem hadgyakorlat, néhány magyarországi... És India?
néhány, azt hiszem ebben nincs benne, magyarországi médiumok ezt úgy hozták le, hogy Oroszország hatalmas hadgyakorlatot kezdett Venezuelában. Úgyhogy a kedves nézőket szeretném megnyugtatni, hogy nem szó sincs hadgyakorlatról, hanem ilyen háborús játékokra, ez egy ilyen sport. Az hadgyakorlat, ha akarjuk, de... Igen, azért mondom, tehát hogy egy kicsit megnyugtatni is szeretném, hogy igazából kedves nézőim, ezekben a percekben hallgatjuk Keres Attila baráti hadgyakorlatát, amit orosz részvételt nem kell, hogyha véletlenül a játékban sziréna is van, nem kell megijedni. Nem részvétel, ők szervezik. Ők szervezik, és többek részvétel. Amerikai földön szerveznek. Dél-amerikai földön, de mindenki. Mennyire fontos ez a kis hozzátétet, hogy dél-amerikai földön? Mind a kettő fontos. Az is, hogy amerikai, és az is, hogy dél-amerikai. És a legfontosabb az, hogy dél-amerikai. És ami nem kevésbé fontos, hogy orosz. Kedves nézőim, öröm volt önökkel lenni. Bízom benne, hogy önök is úgy élvezték ebben a 42 Celsius fokos melegben ezt a hűsítő jégkockát, amit önöknek gyártottunk. A közreműködők Seres Attila, Gyarmat István és M. Kende Péter segítségével. Én megpróbáltam ébren tartani önöket is és a résztvevőket is. Nem tudom, hogy ez mennyire sikerült, de ígérem, hogy jövő héten még izgalmasabb lesz. Úgyhogy a következő hét, jövő héten hétfőn ugyanitt és ugyanebben az időben. Most hangosítsák föl, mint szoktam kérni önöket, a készüléket, hogy a szomszédok is hallják, hogy mi még megvagyunk és létezünk. Azért vagyunk, mert szükség van a mi hangunkra is. M. Kende Péter fölébredt, nagykövet úr is, vigyázzatok, amikor a zebrán átmentek, pragmatikusan közlekedjetek az utcán, hogy Attila is meg legyen elégedve veletek. Legközelebb holnap reggel találkoznak velem, addig is jó tévézést és pihenést. Köszönöm, hogy itt voltatok.